Könnyű kis testmozgás. Ezzel kezdődött a negyedikes diákoknak a sport fontosságáról megtartott műhelymunka az Óbecsei Tán emlékházban. Szőke Ottó testnevelő tanár szerint a gyerekek java része manapság olyan keveset mozog, hogy számukra még egy bukfencezés is extrém sportnak számít. Kapcsolódjanak be különböző egyesületekben, sportoljanak úgymond szabadidejükben. Ha éppenséggel nem sportolnak aktívan, akkor legalább egy másfél hosszát, tehát a szabadidejében mozogjanak. Az nagyon fontos, tehát a friss levegőn legyenek. A sport mellett az egészséges táplálkozásról is beszélgettek a gyerekekkel. Dr. Koncz Gyula háziorvos szerint az energiaitalok, a gyors éttermi kaják, a chipsek helyett egészségesebb italokat és ennivalót kellene fogyasztaniuk a gyerekeknek. Egészséges ételeket kell enni, amit a piacon vásárolunk, amit nem a földolgozottat, hanem a kevésbé földolgozottat, amit otthon termelünk, lehetőleg a kertben, vagy pedig a piacon termelőtől veszünk, és olyan húskészítményeket, amiket tudjuk, hogy honnan származnak. A programot a Tánfigyélet értelmiségi kör szervezte Épp testben, épp lélekkel címmel az Óbecsei Samu Mihály általános iskola diákjainak. A modern világban azt látjuk, hogy nagyon sokan az elektronikus kütyükkel foglalkoznak, tehát itt a telefontól kezdve a komputeren keresztül sorolhatnám az eszközöket, amik lekötik a gyerekek figyelmét, és a testmozgás az egyik, ami nagyon hiányos, ami először is fontos a fejlődésükhöz, viszont pont az előbb említettek miatt nem annyira gyakorolják ezt, mint amennyire szükség van, a másik pedig a táplálkozás. A projektet az Óbecsei önkormányzat támogatta.